Letartóztatták Hongkongban a Tiananmen téri vérengzés 32. évfordulóján rendezett megemlékezést szervező bizottság egyik tagját. A férfit pénteken kora reggel vették őrizetbe. Chow Hang-tung az alelnöke, a vírasztást szervező, kínai hazafias demokratikus mozgalmat támogató hongkongi szövetségnek. A kínai hatóságok nem közölték, hogy milyen indok alapján tartóztatták le a hongkongi férfit. A Tiananmen téri áldozatok emlékére szervezett virrasztást a hatóságok sem tavaly, sem idén nem engedélyezték, és az eseményeknek emléket állító múzeumot is bezárták ezen a héten. 1989. június 3-án és 4-én a kínai hadsereg katonái támadtak a demokráciáért tüntető diákokra a pekingi Tiananmen téren. A vérengzés halottainak számára vonatkozó különböző becslések 200-tól 10 000-ig terjednek.